Herceg Adrien színművész a Városnapján újabb elismerésben részesült, Városháza emlékérmet kapott. Hogyan élte meg ezt a kitüntetést? Hát rettentően meglepődtem, amikor ezt ugye megkaptuk, már szóltak, hogy ez lesz. És kaptam egy ilyen kis borítékot, és bevallom, hogy azt hittem, hogy mondom, milyen helyesek, biztos megköszönöm, vagy hát így a poszthoz, gratulálnak a poszdíjhoz. És kinyitottam ezt a papírt, amiben, és hát el voltam képedve, és azt mondtam, hogy úristen, szóval ez egy ilyen nagyon, nagyon fontos dolog, én azt gondolom, nem csak az én életemben, hanem szerintem a színháznak is fontos ez, hogy Pécs, de személy szerint nekem az egy nagyon fontos dolog, hogy Pécsen, ahol én 5 éve vagyok, az ilyen elismerést nyert a város részéről is, és azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fura volt, amikor átvettem a díjat, és ugye fölültünk a dobogóra, és ott ültem egy olyan korosztályon, ami nem az én korosztályom. És én annyira, tehát hogy ültem, és akkor döbbentem rá, hogy Jézus Mária. Tehát, hogy itt ülök 30, most már mindjárt 31 éves fejjel, és hogy hát itt ülnek velem olyan idős, tudós emberek, és hát akkor. Szóval én azt hiszem, hogy akkor fogtam föl igazán, hogy mi van, amikor ültem velük föl. Ugye a Poszton is egy jeles elismerést kapott, hiszen a legjobb női alakítás díját ön kapta. Ez előtt, ezt megelőzően volt-e valamilyen kitüntetése? Igen. Volt előtte való évadban, volt kritikusok díját kaptam a képzeltbetegre, és hát ami nagyon-nagyon fontos dolog, hogy kaptam én a színházban egy nívódíjat, aztán tavaly kaptam a kritikusok díja után a színház, szintén a színházban egy Szendrő József díjat, amit a kollégák szavaznak meg egymás között, és hát van egy színészgép díjam, ami tudni kell, hogy ez ilyen kollégák találták ki, színészek egymás közt, és az a lényeg, hogy tulajdonképpen az győz, akinek a legtöbb előadása van évad végére. Nem a tavalyi évad, hanem az előtti évad végén a színészgépet Zajzon Zsolttal együtt ketten nyertük. Hát gratulálok hozzá, de hadd kérdezzem meg, ha valaki ennyi elismerést kap, akkor egy picit ilyen példává, példaképpé válik a többiek szemében. Önnek volt-e ilyen példaképe egészen fiatal iskolás korában, gyerekkorában? Igen, mindig az embernek szerintem mindig van példaképe, vagy hogy mit szeretnem. Az a fura, hogy egy idő után ez valahogy nem is elmúlik, hanem átalakul. Tehát, hogy amikor az emberben ezen a pályán van, akkor egy idő után elkezdi látni több szemszögből ezt a dolgot. És én azt gondolom, hogy amikor kicsi voltam, akkor például Tolnai Klári, szóval, hogy jaj, a Tolnai Klári, hogy ő milyen, hogy. Pedig Tolnai Klári egy idős színész volt már akkor is, amikor ön gyermek volt. Igen, de hát közben tudni kell, hogy szóval nem tudom, én nekem nagyon a szívem, és nagyon szeretem a régi filmeket, tehát én nagyon sok régi filmben láttam őt, mert azt ilyen mániákusan nézem. Szóval ő például egy olyan volt, és hát most nagyon fura, hogy most már úgy van vele az ember, hogy nem is példakép, tehát nem, azt hiszem nem ez a jó szó rá, hanem hogy mindig van olyan, hogy kiben mi tetszik. Csak nagyon fura, hogy ahogy növök föl, vagy idősödöm, hogy mennyivel közelebb jönnek a korhatárok. Tehát, hogy most már mi az, hogy kolléganőbe, aki mondjuk 5 évvel idősebb lálam, abban észreveszem azt, Úristen, csak hogy olyat hagy tudjak egyszer csinálni. Tehát, hogy már nem az van, hogy csak az idősebb korosztályt állítjuk példának, szerintem. Egy-egy ilyen elismerés után azért az ember gondolom átgondolja, hogy hogyan tovább, és egy picit talán másképpen kell viselkedni, vagy élni, vagy dolgozni. Hogy van ez? Hát bevallom őszintén, hogy én az a típusú ember vagyok, legalábbis most ez derül ki, hogy engem ez nagyon-nagyon, azt hiszem nem tesz görcsössé, viszont azt gondolom, hogy nem az a típusú ember vagyok, aki kap egy díjat, és azt mondom, hogy na hát akkor enyém a világ, szevasztok, tehát én letettem, amit nem, hanem azt gondolom, hogy pont ez van bennem, hogy úristen, akkor most nekem itt annyira jónak kell majd most már mindig lennem, mert hogy majd bejön az ember, és azt mondja, hogy tehát ő mire kapott díjat. Szóval, hogy ez benne van, és
én nagyon bízom benne, hogy ez nem frusztrálni fog, hanem tényleg az ez, hogy még többet, amit lehet azt. Tehát ezek szerint az ilyen díjak előre lökik az embert, előre viszik a pályáján? Én azt gondolom, igen, de hogy mondjam, hazudnék azt, ha nem mondanám azt is, hogy nem, szóval nem feltétlenül ettől függ egy pálya, hogy ki mennyire van elismerve így. Szóval én bízom abban, hogy mit, ha most innentől kezdve soha többet nem kapok díjat, azért nem lesz, nem, tehát hogy majd csak nem akarom felakasztani magam. Tehát, hogy mindig kell, ami motiváljon, vagy ami előbbre visz. És persze egy díj az, tulajdonképpen azt gondolom, hogy az mindig az jó dolog, hogy mások megerősítik, hogy jó az irány, vagy helyes az út. De az, hogy merre felé megyek, azt azért belülről kell tudnom, vagy éreznem. Tehát, hogy persze előrébb viszik, és mondom, rettentően örülök, és gyakorlatilag olyan sok szép díj szakadt rám az utóbbi időben, hogy kapkodom a fejem, hogy úristen, mi lesz, hogy lesz. Azért meg kellett ezért dolgozni. Otthon hogy ünnepelték meg? meg kellett dolgozni. Tulajdonképpen otthon, hát ez az otthon, ez úgy van, hogy ugye a színházban azért mondjuk a posztdíjat megünnepeltük rendesen, de például hazamentem utána a családomhoz, az anyukámhoz, a nővéremhez, és ott így, tehát hogy akkor most bontunk egy pezsgőt, és akkor erre kocintunk. Tehát hogy ez van. És hát rettentő büszke rám mindenki. És ez azért fontos, meg szóval, hogy az én családom, meg én egy faluból származom, Nagyorossziból, és hát ott meg az ilyen óriási dolog, és nagyon érdekes volt, hogy mindig az szokott lenni többnyire, hogy ugye egy faluban, ahol sokkal kevesebben járnak színházba, főleg ide Pécsre, azért nem tudnak eljönni, ez nagyon messze van. És hogy mindig azt gondolják az emberek, hogy attól színész a színész, hogyha a tévében látják, lehet ez reklám, tehát bármi lehet. És hirtelen ez nagyon érdekes volt, hogy mondjuk pont a posztdíjat, hogy ugye ez a rádióban is elhangzott, és az édesanyámhoz mentek gratulálni, és hogy ilyen meg volt lepve, hogy nem azért, mert láttak a reklámban, vagy láttak a tévében, vagy sorozatban, hanem hogy hú, és akkor tényleg ő lett a legjobb női főszereplő. Szóval, hogy ez ilyen nagyon fontos dolog.